A Mars. A hadak istenének névrokona már régóta vonzza az asztronautákat, tudósokat és álmodozókat. A jövőben a NASA marsjáró robotjai helyett embereket fog küldeni a bolygóra. Ezek az első felfedezők építhetik ki a Mars Metropoliszt, egy állandó települést. Tudósok és mérnökök már tervezik azokat az eszközöket, amikre az embereknek szüksége lehet a túléléshez egy jövőbeli űrgyarmaton. Ez az egyetlen módja, hogy eljussunk egy másik bolygóra. De a csúcs technológiák ellenére könyörtelen harc lesz a túlélés egy idegen világban. Olyan környezetet készülünk felfedezni, mely számunkra halálos. Ezek az élet az űrben technológiái, veszélyei és csodái. A Világegyetem. Élet a világűrben. Képzeljük el, hogy a 23. század hajnalára az ember egy teljesen kiépített gyarmatot hozott létre a Marson. Nem volt könnyű. A Marson az emberek voltak a megszállók, és a mérges vörös bolygó hadat üzent nekik. Sajátosságai, mint a perzselő sugárzás, a pengeéles levegő és a halálos homokviharok gondoskodnak róla, hogy az emberi élet itt állandó küzdelem legyen. De akkor miért akarunk egyáltalán az űrben élni? Miért nem maradnak egyszerűen ott ezek a bátor úttörők, ahol biztonságban vannak, a Földön? Két bolygós fajnak kell lennünk. Más szóval, túl veszélyes minden tojást egy fészekbe rakni. A Mars a legközelebbi szomszédunk. Ő az, aki ha tetszik, hanem a leghasonlatosabb szeretett Földünkhöz. És ő az, akiben a legtöbb lehetőség rejlik. Nem csak a nagyjából 25 órás napok és az évszakok hasonló változása az, ami miatt a naptól a negyedik bolygó a legmegfelelőbb célállomás az emberiség második otthonaként. Elsősorban egy anyag biztosítja, hogy a Mars legyen az első számú befutó, ahol a jövőbeli gyarmatot létre lehetne hozni. Az asztronauták első számú küldetése, hogy energiát szerezzenek. És az energia egyik formája tulajdonképpen a lábuk alatt van, az állandóan fagyott talajban. Egyből a Mars felszíne alatt fagyott víz található. Ezt meg tudjuk tisztítani, hogy legyen ivóvíz. Ketté tudjuk választani, oxigénné és hidrogénné, hogy rakéta üzemanyagot nyerjünk. Ezáltal tudjuk majd a későbbiekben energiával ellátni a gyarmatainkat a Marson. A gyarmat maga lenne a mérnöki csoda. Míg számos megközelítés létezik, hogy hogyan lehet egy állandó település létrehozni a Marson, beleértve a föld alatti lakóhelyeket is, mi a kupola tervet választottuk a feltételezett 23. századi kolóniánkhoz. A kupola ideális szerkezetű az extrém környezetekben, mint mondjuk a sivatagban, vagy jelen esetben a Marson, mert a kupolában tudjuk létrehozni a legnagyobb környezetet, a bezárt teret, a legminimálisabb struktúrával és tömeggel, ami nagyon fontos. Az alap egy metropoliszhoz lenne hasonlatos. Egy sor kisebb kupola gyűrűz neki a központi agyból, mint a keréken a küllők. Nagyon tetszik az az ötlet, hogy egy nagy kupola lenne a középpontban, mint egy köztér, amelyet több kisebb kupola vesz körbe. Ez a high-tech oázis úgy lenne megépítve a marsi sivatag közepén, mint egy erődítmény. Az anyag, amit használunk, ki kell, hogy bírja a hideget és a sugárzást. A Mars ki van téve az állandó erős napsütésnek, mert a Marsnak nincs védelmező ózonrétege. Különböző üvegszálas és műanyagszálas anyagokat kell fejleszteni. Megerősítő rácsokat kell az üveg közé helyezni, hogy olyan építményt kapjunk, mely szerkezetileg elég erős ahhoz, hogy kibírja a hatalmas terhelést és a fagyos hőmérsékletet a vörös bolygón.
A hőmérsékletet és a nyomást szigorúan szabályozni kell a kupolán belül. Ha túl meleg lesz, a megnövekedett légnyomás hatására az egész szerkezet felrobbanhat, mint egy túlfűtött hőlégballon. A kupola úgy lesz megtervezve, hogy oltalmazza és megvédje a folyamatosan terjeszkedő úttörő csapatainkat. De a nagyszabású struktúra ellenére gyarmatosaink határozottan spártai körülményekre fognak ébredni minden reggel. Az élet a Marson tulajdonképpen nagyon stresszes. A lakónegyedek nagyon szűkek és nagyon merevek. Képzeld el, hogy így kell élned évekig. Klausztrofóbikus és idegen a földtől. Elveszíted a kapcsolatot a fűvel, a fával és az éggel. De a kompromisszum lenyűgöző. Élet a vörös ég alatt. A Mars nagyjából másfél csillagászati egységre van a Naptól. A Föld egyre, tehát majdnem másfélszeres a távolság. Homályos, amikor odaérsz, és az ég a Marson nem kék, hanem vörös, a magasban lévő oxidált portól és az állandó széltől. Azért, hogy ez az idegen világ otthonosabb legyen, a kupolát mesterséges ökoszisztémával töltik fel. De a növényeknek nem csak dekorációs szerepe lenne. Funkciót töltenének be, zárt környezetet teremtenek és tartanak fenn az ott lakóknak. Nem csak táplálékot fogunk termelni a Marson. Mi oxigént nyerünk a növényektől, ők pedig széndioxidot tőlünk. Ez egy csodálatos összhang az ember és a növények között ebben a tekintetben. Ez a szimbiotikus kapcsolat a marsi élet minden aspektusában megmutatkozik. Mint egy akvárium a Földön, minden forrás felhasználásra kerül, semmi sem vész kárba. Gondoljunk egy akváriumra, amiben alga és halak nőnek, és lezárjuk azt. Egy táplálék hulladék körforgást figyelhetünk meg, ami nem más, mint az oxigén, a széndioxid és a táplálék. A hal megeszi az algát, homogén hulladékot választ ki, amit lebont. Ez és a vízben lévő baktériumok táplálékká válnak az alga számára, hogy fejlődjenek. Ellentétben az akváriummal nem tudunk friss tengervízhez és friss levegőhöz jutni. Az űrben élő leszármazottainknak tökéletesen meg kell tanulnia az önmagát újra termelő környezet lényegét, azokat az ökológiai életfolyamatokat, melyek révén újra hasznosul a víz, a levegő. Ha ezt sikerül megvalósítani, örülhetnek, mint halak a vízben. A múlt század vége felé haladva elkezdtük felfedezni, hogy az emberiség képes-e ehhez hasonló, zárt folyamatú rendszerben boldogulni, elzárva a külvilágtól. A koncepció az volt, hogy Tucson, Arizonán kívül a sivatagban egy Bioszféra 2 nevű létesítményben kísérletezzünk. Az eredeti tervek szerint arra lett kialakítva, hogy modellezzenek egy önfenntartó kolóniát egy másik bolygón. A Bioszféra 2 egy saját környezetét kontrolláló létesítmény, melyet teljesen el lehet zárni a külvilágtól. És a belső környezetet teljes mértékben irányítani lehet tehát, különböző éghajlati rendszerek és különböző életközösségek alakíthatóak ki a létesítményen belül. A Bioszféra 2 öt különböző ökoszisztémát vagy életközösséget rejt magában, a Föld különböző sarkaiból összegyűjtve. Van köztük sivatag, vizenyős terület, füves szavanna, trópusi őserdő és még egy mini óceán is. A
A nagyra törő kísérleti projektet 1991-ben indították az első hiteles küldetéssel. De a bezárt csapattagok komoly problémákba ütköztek. Egy ponton a csoport kezdett súlyosan hibás véleményeket kiállítani, és még két rivális frakcióra is szakadtak. Az egész küldetés veszélybe került, míg rá nem jöttek, hogy az oxigén hiánya váltotta ki a csapat ellenséges viselkedését. A hiány egy kétség kívül jelentéktelen részlethez vezetett vissza. A ragasztó anyagot az építményben nem hagyták alaposan megkötni. Az eredmény, hogy a ragasztó több oxigén szívott fel, mint amennyit a növények újra tudtak volna termelni. A belélegezhető levegő mennyisége olyan alacsonyra csökkent, mint amilyen 6000 méter magasan található. Hasonló mellékhatások tapasztalhatóak olyan hegymászóknál, akik extrém magasságokba merészkednek. Végül friss levegőt kellett a bioszféra 2-be juttatni. De ilyen megoldásra nem lesz lehetőség a merész marsi kolónián. És egy olyan apró tévedés, mint hogy nem hagyjuk a ragasztóanyagot megkötni, végzetes lehet. A benne rejlő veszélyek ellenére a kupolában lévő zárt környezet lenne a legbiztonságosabb hely a Marson. De néha a gyarmatosítóknak el kellene hagyniuk ezt a komfortzónát, és ki kell merészkedniük a külvilágba. Amint a nap feljön, néhányan a jövőbeli gyarmatosítók közül el kell, hogy induljanak a kupolából, hogy elvégezzék kutatási feladataikat és a napi fenntartási kötelezettségeiket. Az útjuk a vörös bolygó sivár, kietlen vidékein keresztül vezet. Ahhoz, hogy küldetésük sikeres legyen, alternatívákra lesz szükségük, sem hogy gyalogszeljék át a bolygót. Mikor megérkezünk a Marsra, ténylegesen keveset tudunk a bolygóról. És ha csak egy területen kötünk ki, talán sokat tanulhatunk arról a bizonyos területről, de nem sokat a bolygóról. Szükségünk van egy olyan megoldásra, mellyel hosszabb távokat tudunk megtenni. A rovert ugyanilyen célra használták az Apollo küldetésen, és alapvetően nem más, mint egy speciális, nyitott tetejű homokfutó. A holdjáró tökéletesen működött. Lehetővé tette, hogy a két felfedező ne fáradjon ki a gyaloglásban, de bebarangolhassák a hold felszínét, és egy jóval nagyobb területen vizsgálódhassanak. Viszont nyilvánvaló, hogy ez a megoldás rövid távolságokra és rövid időtartamú küldetésekre lett kitalálva. De a Marson sokkal nagyobb a felfedezendő terület. Ismerjük meg a Chariotot, a legfejlettebb modellt, amit a NASA 21. századi mérnökei fejlesztettek. Ez az arannyal futtatott, futurisztikus megjelenésű űrteherautó olyan tulajdonságokkal lett tervezve, hogy akadálytalanul lehessen vele közlekedni a világűrben. A kerekei 360 fokban tudnak forogni, tehát tökéletesen tudunk oldalra is, előre is, vagy éppenséggel bármilyen irányba közlekedni vele. Ez a sokoldalúság azt jelenti, hogy minden a bolygón található terepen át tud haladni, és még egyéb előnyei is vannak. Az űrruhák középen nem túl hajlékonyak, tehát hiába gondoljuk, hogy az ülés a nyilvánvaló vezetési pozíció, mint egy városi autóban, itt nem nagyon van értelme. Ezért egy függőleges interfészt terveztünk. Itt egy kör, ahová a ruha csatlakozik, és a ruha teljes súlyát felveszi, ez a függőleges torony. A Mars hatalmas bolygó. És ahhoz, hogy elképzelt gyarmatunk tudósai messzi területeket is felfedezhessenek, kényelmesebben akarnak utazni. Szívesebben dolgoznának kezes lábasban, mint hogy az ormótlan űrruhában maradjanak órákon át. Ez akkor lenne lehetséges, ha olyan környezetet tudnának teremteni, melyben a légnyomás a Földön lévő körülményekhez hasonlatos. Ekkor kerül képbe a kicsi légnyomással ellátott jármű.
Azt mondanám, hogy ez az űrruha és egy sportkocsi kombinációja. Ez egy sportos űrjáró. A Chariot alváza képezi a kicsi nyomással ellátott rover alapját. Tehát a rover kabinja itt kezdődne, és egészen elérne a végéig, nagyjából idáig, meghagyva a teherautó hátulját rakodóhelynek. Ez alkalmas arra, hogy további terheket szállítsanak rajta. Tovább tudjuk fejleszteni a gépet, és számos különböző eszközzé tudjuk átalakítani kint a terepen. A jármű hátsó részére különböző kellékeket tudunk csatlakoztatni, mint például buldózerlapátot, vagy olyan praktikus dolgot, mint csörlős markológép és egyéb szerszámokat. A kis nyomással ellátott rover alig nagyobb valamivel, mint az Apollo rover, és maximális sebessége nagyjából 10 km per óra. A rovert 3 napostól 2 hétig tartó küldetésekre lehet bevetni, és akár 800 km megtételére is képes. Bizonyos előnyei révén az űrutazók kedvencévé válhat. 2 űrruha lóg a rover oldalán. Az utasok a nyomással ellátott jármű hátsó részében tudják felvenni űrruhájukat, és mindössze 10 percig sétálhatnak a bolygó felszínén. Egy tudós, Dr. Pascal Lee, a NASA kutatóközponttal együttműködve egy másik járművet vizsgál, annak az előfutárát, amit majd a Marsra fognak tervezni. Nick Baggerlivel csatlakozott a csapathoz, aki az Utazza világ körül kalandutazás szervező cég vezérigazgatója. Ezek a járművek fantasztikusak, mert hasonló dolgok használatosak. Úgy tehetünk velük, mintha egy másik bolygón utaznánk, vagy kereszteznénk azt. Ezért úgy építettük meg, hogy szinte mindenhol el tudjon menni. Ez a jármű itt arra lett tervezve, hogy Grönlandon, majd pedig a déli sarkon tegyenek vele felfedező utakat. Láthatod, hogy lesz itt egy kis hely. Nem sok ugyan, ahová a Hold és a Mars felfedezéséhez szükséges felszereléseket és ellátmányt tudják majd pakolni. Ez a NASA mérnökeinek és tudósainak olyan ötleteket szolgáltat első kézből, hogy hogyan tervezzenek meg egy nyomással ellátott járművet, amivel felfedezhető a Mars. Ennek a robusztus járműnek egyedi elrendezésű kerekei vannak. A teherautó ezeket az utcai kerekeket használja. De ez a kör alakú középső kerék az, amivel forog a jármű. Körbeforog az autó tengelyhez rögzítve, és ezekhez a kis gumihajtókhoz érve hajtja a kocsit. Mindegyik 1 méter x 40 cm. Miután minden járműbe kerékfelfüggesztési rendszer lett beépítve, ezért valójában úgy tud viselkedni, hogy felveszi a terep sajátosságait. Tehát az egész berendezés képes forogni. És amikor átmegy egy nagyobb szikladarabon, akkor a teherautó csak felmászik rá, és szépen átgördül rajta. A Mars egy koszos bolygó. Homok, kőpor, korom mindenütt. Ez különösen veszélyes a kerekes járművekre, a mozgó alkatrészekre, mert a mechanika könnyen korrodálódhat. Az a veszélye, hogy a teherautó túlpörög, és ilyenkor muszáj a helyszínen kézzel megjavítani. Egy járművet az úton a legjobb körülmények között megjavítani is rizikós, de az űrben nincs hiba határ. Ha lerobbansz, vagy bármilyen hiba történik, a segítség messze van, ha egyáltalán el tudnak érni.
Azon a ponton rájössz, hogy nem tudsz kint lélegezni, és nem tudsz csak egyszerűen kilépni a járműből, hogy megjavítsd. Akkor végignézheted, ahogy belélegzed az utolsó csepp levegőt, amit az életvédő felszerelésed biztosít számodra néhány órára azon a helyen. De itt fogsz meghalni. Szerencsére a NASA talált megoldást. Egyik előnye ezeknek a nyomás alatt lévő rovereknek, hogy relatív kicsik és könnyűek. Ezért valójában egyszerre kettőt is el tudunk indítani. Tehát kettős rendszerben működtetjük őket, mindkét járműben két-két asztronauta utazik, és hosszú távokra indulnak. Ha az egyik jármű lerobban, akkor nyugodtan átülhetnek a másikba. És akkor a vörös bolygó járó áráról is essen szó. Gyakran kérdezik, hogy mennyibe kerül egy ilyen jármű. A válaszom többen, mint egy Ferrari. A jövőbeni gyarmatosítóink nem csak hogy stílusosan fognak utazni a marsi tájokon, de a legkorszerűbb űrruhákat hordhatják majd, amikben rendkívül hasonlítani fognak egy szuperhősre. Mint az egyik nap kutatási feladatát, a jövőbeli Marson élő gyarmatosítóink felfedezhetik a naprendszer legnagyobb vulkánját, az Olympos hegyet. De még ha csak a napi rutin feladataikat végzik is, a Mars lesben várhat a betolakodókra. Az állandó védőréteg alapkövetelmény a Marson élő földieknek. Ha nem a biztonságot adó kupola alatt tartózkodnak, gyarmatosítóinknak a nyomás alatt lévő roverben kell lenniük, vagy az űrruha börtönében. 4 űrséta és 24 óra egy űrruhában nagyon megviseli az embert. Nagyon merevek és nagyjából olyan nyomásra vannak beállítva, mint egy focilabda, azaz nagyjából 0,5 kg/négyzetcentiméterre. Így minden alkalommal, amikor összezárad a kezed és mozgatod a kesztyűidet, ezzel a nyomással kell megküzdened, ami borzasztóan kimerítő. Az űrruhának meg kell védenie a törékeny emberi testet a különböző veszélyektől. Nyomás alá kell helyeznünk, el kell látnunk oxigénnel, és kontrollálnunk kell a hőmérsékletet és a páratartalmat is, és mindezt az űrruhán belül. A ruhának nem csak az alapvető szükségletekhez kell illeszkednie, hanem védőpáncélként is szolgál a meg nem bocsájtó univerzum ellen. Az egyik halálos fegyver a Mars arzenáljából a gyakran előforduló mikrometeor zápor. Akár egy ilyen mini meteor darab elég ahhoz, hogy kiukassza a ruhát, ami szörnyű halálhoz vezethet. Neoprén és kevlár szigetelésre van szükség ahhoz, hogy az asztronauták biztonságban legyenek a kíméletlen bolygón. Egy ilyen életvédő rendszerrel felszerelt űrruhát felvenni és viselni is nagyon nehézkes és fáradtságos. Nagyjából 3 órába telik egy asztronautának a nemzetközi űrállomáson, hogy felvegyen egy ember által kezelhető felszerelést. Ebben benne van 30 perc tiszta oxigén feltöltés, amit majd az asztronauta belélegez. De az MIT tudósai robotok segítségével készítenek egy új, jóval áramvonalasabb űrruhát, mely szinte olyan, mintha egy képregényből lépett volna elő. A jövő űrruhái a mozgékonyságról, mobilitásról és az ügyességről szólnak, tehát egy teljesen új dizájnra van szükségünk, a manapság elterjedtől forradalmian újra. Amikor a Marson kutatunk a bioruhában, nagyjából egy extrém sportolóhoz hasonlítunk. Az oka, miért a Marson expedíciót akarunk folytatni, hogy korábbi életre utaló bizonyítékok után kutassunk. A bioruha elsődleges tervezési alapelve, hogy maximális mobilitást nyújtson az asztronautáknak a legminimálisabb energiafelhasználással. Ez csak egy mechanikai rendszer, de képzeljük el, hogy ezt a drótot emlékező fémötvözetből készítjük.
kezdjük el tehát, amint látod, ahogy ezt megcsavarom, a drót bejön és megszorítja rajtam a ruhát. Ez azt jelenti, hogy a nyomást közvetlenül a bőrfelületre helyezzük. Ezért is nevezzük második bőr ruhának. A bioruha életvédő rendszere több elemből áll, így jóval komfortosabb, mint a jelenleg használt ormótlan űrruhák. Egy kemény törzspáncél csatlakozik a hátizsákhoz, mely tartalmazza az életvédő rendszert. A sisak napellenzője arannyal van festve, mint a jelenlegi űrruhákon, hogy megvédjen a nap vakító fénye ellen. A sisak kijelzőt is tartalmaz, mely alapvető információkat sugároz az asztronautáknak. Elképzeltük, hogy az asztronauták keresztül néznek a sisakon, és egy kijelzőt látnak, egy fizikai kijelzőt, amely mutatja a pulzust, a vérnyomást, és emellett navigációs információkat is, amire szükségük lehet. Általában a tervezők arra koncentrálnak, hogy az űrruha biztonságos és funkcionális legyen. De a bioruha tervezői abban is biztosak akartak lenni, hogy a kreációjuk tetszetős is legyen. Reméljük, hogy a bioruha gyönyörű és csodálatos, nem szándékosan készítettünk pókember ruhát. A bioruha csak egyike azoknak a fejlett technológiai találmányoknak, melyet egy nap talán majd a Marson használni fognak. De bármilyen ruhát is viselnek majd, a Marson tett séta soha nem lesz egy parkban való andalgás. A jövőbeni Marson élők hiába öltöznek szuperhősnek, szupererejük nem lesz. Olykor kénytelenek lesznek egy robottársra számítani, a Robonautra. A Robonaut egy robotikus asztronauta asszisztens. Ebben az esetben szüksége lesz egy minden területen eljáró altestre. Ez a mi értelmezésünk az ősi görög mítoszokban megjelenő lóra, akinek emberi felsőteste van. A Robonaut az emberi találékonyságot ötvözi a mechanikus izmokkal, a teleprezenciós operációs rendszerével. Úgy kell elképzelni, mint egy továbbfejlesztett bábút. Felveszel egy virtuális valóságkészüléket, és direktben irányíthatod a robotot. Az irányító mozgását lefordítják a robot mozgásává, és az LCD sisak két kijelzővel továbbítja a két kamerába a robot fejében. Ezzel a módszerrel nagyon sok feladatot el tudunk látni, nagyon természetes módon. A kamerákat sisak védi, melyet a római kori zsoldosok sisakjáról mintáztak. A robot önállóan is képes működni. Olyan mesterséges intelligenciával látták el, hogy előre programozott feladatokat is el tudjon végezni. Úgy lettek megtervezve, hogy oda is bemerészkedjenek, ahová az ember már fél bemenni. Ezért fontos tényező a méret és az arányok. A robonautokat azért tervezték, hogy az embernek segítsenek emberi feladatokat elvégezni, ezért az emberi forma a legtermészetesebb módja, hogy elérjük ezt a célt. Ha azt akarjuk, hogy ugyanazokkal a szerszámokkal ugyanabban a környezetben dolgozzanak, akkor a hasonló méretek általában hasznosak. Az elképzelt gyarmaton a robonautokat arra használják, hogy elvégezzék a veszélyes feladatokat. A legjobb szerep, amit robotoknak oszthatunk, az, ami az ember számára már túl veszélyes, vagy egyszerűen jobban megvalósítható robotok által. De a Robonaut nem csupán egy technikus. Ügyességén a küldetés sikere is múlhat. Egy másik nagyon fontos szerepet is szánunk a robotoknak. Egyrészt, hogy veszélyek után kutassanak, másrészt, hogy olyan tudományosan érdekes területek után kutassanak, amit érdemes mélységében megvizsgálni. A robotok még mindig a legalkalmasabb eszközök a felderítésre. Úgy, mint a rover, a Robonaut is napenergiával töltött lítium-ion akkumulátorral működik. De amennyire egyszerű feltölteni a robotokat, annál nehezebb az emberek táplálékáról gondoskodni. Lássuk tehát a legalapvetőbb szükségletet, az ételeket.
Fél kilónyi szállítási költség a Földről a Marsra $140,000 kerül. Ez lehet étel, víz vagy levegő. Miután megfizethetetlen a több tonnányi előre csomagolt étel szállítási költsége, ezért a marsi úttörőinknek kertészeknek is kell lenniük. De növényt termeszteni a Marson nem olyan egyszerű, mint elvetni a magot és nézni, ahogy kinő. A Marson található föld vagy talaj ellentmondó forrás. Akár egy nagyon kis mennyiségű mérgező anyag is azonnal kiirthatja a termést, és halálra ítélheti az egész kolóniát. A telepesek nem számíthatnak a Marson lévő talajra, hogy földi növényeket termesszenek benne. A Földön különbözőképpen termesztünk növényeket. Nőhetnek kint a szabad termőföldön vagy üvegházban. Az üvegházak így néznek ki a Földön. A talaj felszínén vannak elhelyezve, természetes napfényt használnak, és éves ciklusban működnek űrbeli meteoritok és ionsugárzás veszélye nélkül. A Marson az üvegház inkább egy kontrollált termesztőkamra lenne. Egy olyan környezet, mely biztosítja az öt alapvető együtthatót, melyre szükség van a növénytermesztéshez. Fényre, megfelelő hőmérsékletre, vízre, tápanyagra és széndioxiddal és oxigénnel teli légkörre van szükségük. Tehát egy ilyen termesztőkamrával a lakosok egész évben tudnak táplálékot termeszteni. Legtöbb esetben a Marson hidrofonikusan tartott növények lennének, mely szó szerint azt jelenti vízi munka. A hidrofonikus növények táptalaj nélkül egy tápanyaggal teli vízfürdőben felfüggesztve nőnének. Azonban a növényeknek fényre és térre van szüksége a virágzáshoz, és jelen esetben mindkettő különlegesnek számít. Napjainkban a kutatók megoldották a problémát azáltal, hogy az űrfarm szűk keretein belül hűvös, enyhén sugárzó diódákat vagy ledeket használnak. Olyan spektrumszínekre vannak árnyalva, hogy stimulálják a növényeket. Míg a Marson lévő napsütés elegendő azoknak a növényeknek, melyek oxigént termelnek, ezek a ledes növesztő kamrák ellátják a kolóniát élelemmel. Egy másik gond is akadályozza a telepeseket. A Földön rovarok segítik beporozni a növényeket. Szükséges lesz méheket vinni az űrbe. Valójában nagyon bonyolult a méheknek olyan körülmények között tájékozódni, amelyek mások, mint a Földön, mert a nap UV-sugarait használják a tájékozódáshoz, és más egyéb tényezőket, amelyekkel nem rendelkeznénk a Marson és az űrkolóniában. Egy aprócska felfedezés csodákra képes. Itt vannak ezek a vibráló pálcikák, amelyek mesterséges méhekként fognak működni, vagy ventilátort fogunk használni, ami a pollent egyik virágról a másikra fújja. Azt hiszük, hogy a másik bolygó asztronautái vagy telepesei nagyon fogják élvezni, hogy gondozhatják ezeket a növényeket. Azonban egy a növényi környezethez fontos tényező, ami a Földön megtalálható, az a Marsról hiányzik. És ez olyan dolog, melyet napjaink technológiája még nem tudott kiküszöbölni. A Mars gravitációja a Föld gravitációjának 3/8, tehát kisebb a vonzás a növényeken. A Földön a gravitáció elszívja a vizet a növények gyökereitől, így azok oxigént tudnak felvenni. Kevesebb gravitáció esetén a víz nem folyik el hatékonyan, így az átitatott gyökerek nem képesek felvenni tápanyagot és levegőt. Valószínűleg sokkal gyengébbre nőnének meg. És milyen növényeket termelnének az űrtelepeseink? Paradicsomot, burgonyát és salátát, csak hogy néhányat említsünk.
A beszerezhető hozzávalók alapján lássuk, mi lehetne az étlapon egy átlagos Marson lévő étteremben. Reggelire rántott a vagdaltal. Ebédre szendvics szójából vagy portobellói gombából egy tál eperrel. És tészta egyszerű szósszal és saláta vacsorára, mellé édes burgonyapite desszertnek. Az élet a Marson szigorúan vegetáriánus lenne, bármilyen húsfogyasztása szerencsétlen lenne a csapat számára. Bár tudnának húst előállítani különböző állati forrásokból, az az érzésem, hogy az asztronauták annyira kötődnének hozzájuk, hogy nem akarnák megenni őket, miután felnevelték. A csapat számára elengedhetetlen, hogy egészséges és erős legyen, hiszen a napi rutin feladatok is emberfeletti erőfeszítést igényelnek. Mint például kiásni egy bolygó közi főnyereményt, ami épp hogy csak a Mars felszíne alatt található. Egy hosszú távú Mars expedíció költsége nagyon magas lenne, és a legnagyobb potenciális jutalom a Mars alatt található. Olyan érintetlen, értékes források bőségszaruja, mely az űrben kering a vörös bolygó alatt. A Földön található meteoritok nagy része az aszteroida övezetből származik, és megállapítottuk, hogy 85%-uknak a nagy része szilikon. Hasonlatos a Föld felszínéhez, nagyjából 5%-uk tartalmaz fémet. Ezeket a fémeket fel tudjuk használni, hogy acélt készítsünk. Azon célból, hogy egy új civilizációt hozzunk létre. Az aszteroidák összegyűjtése elősegíteni az építkezést és a bővítést a marsi előőrsön. Az övezetből származó megmunkálatlan ércek megtisztítva, feldolgozva felhasználhatóvá válhatnak új létesítmények építésében, ugyanúgy, mint a régebbi modellek fenntartásában. Ahelyett, hogy az ásványokat az aszteroid övezetből kibányásznánk és egészen a Földig visszahoznánk, ami egy pazarlás lenne, sokkal kézenfekvőbb, hogy úgy bányásznánk az övezetben, hogy rögtön a Marson feldolgoznánk. Emellett anyagi okai is vannak, hogy kiaknázzuk ezeket az űrbeli óriási szikladarabokat. Ha egy nagyjából egy kilométeres aszteroidot elolvasztanánk, az egész világ egyéves acéltermelését kapnánk meg. A világ arany és ezüst termelését 10 évre, és a világ platinium termelését úgy nagyjából 1000 évre. Tehát itt van a gazdagság, ha ez a fő motiváció. Egy nagyjából 800 méter átmérőjű aszteroida 2 milliárd tonna súlyú lehet. Ez nagyjából 20 ezer darab Nimitz osztályú repülőgép hordozó. Egy ekkora méretű aszteroida 150 milliárd dollár értékben tartalmaz nikkelt, kobaltot és platinumot. És ez csak egy kicsi aszteroida. Néhány óriási kő akár bolygó nagyságú is lehet. Az aszteroida bányászat olyan dolog, amit előtte sosem csináltunk. Mindazonáltal valószínűsíthető, hogy léteznek olyan módozatok, melyekkel könnyebb belefúrni az aszteroida talajba. Az egyik módozat a lézersugár, mivel az könnyen behatol az aszteroida anyagába. De kivájni egy hatalmas követ az űr légüres terében nem tűnik könnyű vállalkozásnak. Elég erős a sugárzás az aszteroida övezetben. Főleg azért, mert a Jupiter hatalmas mennyiségű sugárzást bocsájt ki. Ez azt jelenti, hogy az aszteroida felszínen bányászóknak valószínűleg a felszín alatt kellene élniük. Ez megvédené őket a napsugárzástól, illetve a Jupiter és a világűr sugárzásától. Ezt a munkát jobb fémből készült emberekkel elvégeztetni.
Mivel az aszteroida övezet annyira távoli, nagyjából 480 millió kilométernyire van, valószínűleg robotokat kellene használnunk. A robotok relatív olcsók. Nincs szükségük védelemre, és nem kell visszajönniük. A jövőbeli űrbeli társadalomnak, asztronautáknak szorosan együtt kell működnie az emberi robotokkal, hogy minimalizálják a kockázatot és maximalizálják a túlélési esélyeket. Minden szempontból az élet a Marson egy hatalmas kaland. Felkelsz reggel. Egy órával többet aludtál, és kipattansz az ágyból, mert fele akkora a gravitáció. Aztán felöltözöl, hogy kimenj, hogy ellenőrizd a robotokat, melyek lehetővé teszik az életet. A hazafelé úton megállsz a hegygerincen, és keresztül nézel a völgyön a kanyon irányába, és felnézel a Mars egére, ami fantasztikus látvány, ahogy keresztül ragyogják a csillagok. Felfedezni a Mars felszínét fantasztikus kaland lesz. Olyan tájkép tárul fel előttünk, olyan elképzelhetetlen szépséggel, ami számunkra teljesen idegen. Több ezer és ezer kilométernyi terület vár felfedezésre. Egy fantasztikus csodaország lesz a tudósok számára. Az elképzelt kolóniánk a Marson egyelőre csak fikció, melyet a 21. századi tudomány alapján állítottunk fel. De elképzelhető, hogy egy nap a kupolás városokban, melyek idegen földön épültek, nem kis zöld emberek lesznek a szomszédaink, hanem húsvér emberek, mint mi magunk. Tetlen értékes források bőségszaruja, mely az űrben kering a vörös bolygó alatt. A Földön található meteoritok nagy része az aszteroida övezetből származik, és megállapítottuk, hogy 85%-uknak a nagy része szilikon. Hasonlatos a Föld felszínéhez, nagyjából 5%-uk tartalmaz fémet. Ezeket a fémeket fel tudjuk használni, hogy acélt készítsünk. Azon célból, hogy egy új civilizációt hozzunk létre. Az aszteroidák összegyűjtése elősegíteni az építkezést és a bővítést a marsi előörsön. Az övezetből származó megmunkálatlan ércek megtisztítva, feldolgozva, felhasználhatóvá válhatnak új létesítmények építésében, ugyanúgy, mint a régebbi modellek fenntartásában. Ahelyett, hogy az ásványokat az aszteroid övezetből kibányásznánk, és egészen a Földig visszahoznánk, ami egy pazarlás lenne, sokkal kézenfekvőbb, hogy úgy bányásznánk az övezetben, hogy rögtön a Marson feldolgoznánk. Emellett anyagi okai is vannak, hogy kiaknázzuk ezeket az űrbeli óriási szikladarabokat. Ha egy nagyjából egy kilométeres aszteroidot elolvasztanánk, az egész világ egyéves acéltermelését kapnánk meg. A világ arany és ezüst termelését 10 évre, és a világ platínium termelését úgy nagyjából 1000 évre. Tehát itt van a gazdagság, ha ez a fő motiváció. Egy nagyjából 800 méter átmérőjű aszteroida 2 milliárd tonna súlyú lehet. Ez nagyjából 20 ezer darab Nimitz osztályú repülőgép hordozó. Egy ekkora méretű aszteroida 150 milliárd dollár értékben tartalmaz nikkelt, kobaltot és platinumot. És ez csak egy kicsi aszteroida. Néhány óriási kő akár bolygó nagyságú is lehet.
Az aszteroida bányászat olyan dolog, amit előtte sosem csináltunk. Mindazonáltal valószínűsíthető, hogy léteznek olyan módozatok, melyekkel könnyebb belefúrni az aszteroida talajba. Az egyik módozat a lézersugár, mivel az könnyen behatol az aszteroida anyagába. De kiválni egy hatalmas követ az űr légüres terében nem tűnik könnyű vállalkozásnak. Elég erős a sugárzás az aszteroida övezetben. Ának nem csak az alapvető szükségletekhez kell illeszkednie, hanem védőpáncélként is szolgál a meg nem bocsájtó univerzum ellen. Az egyik halálos fegyver a Mars arzenáljából a gyakran előforduló mikrometeor zápor. Akár egy ilyen mini meteor darab elég ahhoz, hogy kiukassza a ruhát, ami szörnyű halálhoz vezethet. Neoprén és kevlár szigetelésre van szükség ahhoz, hogy az asztronauták biztonságban legyenek a kíméletlen bolygón. Egy ilyen életvédő rendszerrel felszerelt űrruhát felvenni és viselni is nagyon nehézkes és fáradtságos. Nagyjából 3 órába telik egy asztronautának a nemzetközi űrállomáson, hogy felvegyen egy ember által kezelhető felszerelést. Ebben benne van 30 perc tiszta oxigén feltöltés, amit majd az asztronauta belélegez. De az MIT tudósai robotok segítségével készítenek egy új, jóval áramvonalasabb űrruhát, mely szinte olyan, mintha egy képregényből lépett volna elő. A jövő űrruhái a mozgékonyságról, mobilitásról és az ügyességről szólnak, tehát egy teljesen új dizájnra van szükségünk, a manapság elterjedtől forradalmian újra. Amikor a Marson kutatunk a bioruhában, nagyjából egy extrém sportolóhoz hasonlítunk. Az oka, miért a Marson expedíciót akarunk folytatni, hogy korábbi életre utaló bizonyítékok után kutassunk. A bioruha elsődleges tervezési alapelve, hogy maximális mobilitást nyújtson az asztronautáknak a legminimálisabb energiafelhasználással. Ez csak egy mechanikai rendszer, de képzeljük el, hogy ezt a drótot emlékező fémötvözetből készítjük. El, tehát, amint látod, ahogy ezt megcsavarom, a drót bejön és megszorítja rajtam a ruhát. Ez azt jelenti, hogy a nyomást közvetlenül a bőr felületre helyezzük. Ezért is nevezzük második bőr ruhának. A bioruha életvédő rendszere több elemből áll, így jóval komfortosabb, mint a jelenleg használt ormótlan űrruhák. Egy kemény törzspáncél csatlakozik a hátizsákhoz, mely tartalmazza az életvédő rendszert. A sisak napellenzője arannyal van festve, mint a jelenlegi űrruhákon, hogy megvédjen a nap vakító fénye ellen. A sisak kijelzőt is tartalmaz, mely alapvető információkat sugároz az asztronautáknak. Tehát majdnem másfélszeres a távolság. Homályos, amikor odaérsz, és az ég a Marson nem kék, hanem vörös, a magasban lévő oxidált portól és az állandó széltől. Azért, hogy ez az idegen világ otthonosabb legyen, a kupolát mesterséges ökoszisztémával töltik fel. De a növényeknek nem csak dekorációs szerepe lenne. Funkciót töltenének be, zárt környezetet teremtenek és tartanak fenn az ott lakóknak. Nem csak táplálékot fogunk termelni a Marson. Mi oxigént nyerünk a növényektől, ők pedig széndioxidot tőlünk. Ez egy csodálatos összhang az ember és a növények között ebben a tekintetben. Ez a szimbiotikus kapcsolat a marsi élet minden aspektusában megmutatkozik. Mint egy akvárium a Földön, minden forrás felhasználásra kerül, semmi sem vész kárba. Gondoljunk egy akváriumra,
amiben alga és halak nőnek, és lezárjuk azt. Egy táplálék hulladék körforgást figyelhetünk meg, ami nem más, mint az oxigén, a széndioxid és a táplálék. A hal megeszi az algát, homogén hulladékot választ ki, amit lebont. Ez és a vízben lévő baktériumok táplálékká válnak az alga számára, hogy fejlődjenek. Ellentétben az akváriummal nem tudunk friss tengervízhez és friss levegőhöz jutni. Az űrben élő leszármazottainknak tökéletesen meg kell tanulnia az önmagát újra termelő környezet lényegét, azokat az ökológiai életfolyamatokat, melyek révén újra hasznosul a víz, a levegő. Ha ezt sikerül megvalósítani, örülhetnek, mint halak a vízben. A múlt század vége felé haladva elkezdtük felfedezni, hogy az emberiség képes-e ehhez hasonló, zárt folyamatú rendszerben boldogulni, elzárva a külvilágtól. A koncepció az volt, hogy Tucson, Arizonán kívül a sivatagban egy Bioszféra 2 nevű létesítményben kísérletezzünk. Az eredeti tervek szerint arra lett kialakítva, hogy modellezzenek egy önfenntartó kolóniát egy másik bolygón. A Bioszféra 2 egy saját környezetét kontrolláló létesítmény, melyet teljesen el lehet zárni a külvilágtól. És a belső környezetet teljes mértékben irányítani lehet tehát, különböző éghajlati rendszerek és különböző életközösségek alakíthatóak. Arra koncentrálnak, hogy az űrruha biztonságos és funkcionális legyen. De a bioruha tervezői abban is biztosak akartak lenni, hogy a kreációjuk tetszetős is legyen. Reméljük, hogy a bioruha gyönyörű és csodálatos, nem szándékosan készítettünk pókember ruhát. A bioruha csak egyike azoknak a fejlett technológiai találmányoknak, melyet egy nap talán majd a Marson használni fognak. De bármilyen ruhát is viselnek majd, a Marson tett séta soha nem lesz egy parkban való andalgás. A jövőbeni Marson élők hiába öltöznek szuperhősnek, szupererejük nem lesz. Olykor kénytelenek lesznek egy robottársra számítani, a Robonautra. A Robonaut egy robotikus astronauta asszisztens. Ebben az esetben szüksége lesz egy minden területen eljáró altestre. Ez a mi értelmezésünk az ősi görög mítoszokban megjelenő lóra, akinek emberi felsőteste van. A Robonaut az emberi találékonyságot ötvözi a mechanikus izmokkal, a teleprezenciós operációs rendszerével. Úgy kell elképzelni, mint egy továbbfejlesztett bábút. Felveszel egy virtuális valóságkészüléket, és direktben irányíthatod a robotot. Az irányító mozgását lefordítják a robot mozgásává, és az LCD is a két kijelzővel továbbítja a két kamerába a robot fejében. Ezzel a módszerrel nagyon sok feladatot el tudunk látni, nagyon természetes módon. A kamerákat sisak védi, melyet a római kori zsoldosok sisakjáról mintáztak. A robot önállóan is képes működni. Olyan mesterséges intelligenciával látták el, hogy előre programozott feladatokat is el tudjon végezni. Úgy lettek megtervezve, hogy oda is bemerészkedjenek, ahová az ember már fél bemenni. Ezért fontos tényező a méret és az arányok. A robonautokat azért tervezték, hogy az embernek segítsenek emberi feladatokat elvégezni, ezért az emberi forma a legtermészetesebb módja, hogy elérjük ezt a célt. Ha azt akarjuk, hogy ugyanazokkal a szerszámokkal ugyanabban a környezetben dolgozzanak, akkor a hasonló méretek általában hasznosak. Az elképzelt gyarmaton a robonautokat arra használják, hogy elvégezzék a veszélyes feladatokat. A legjobb szerep, amit robotoknak oszthatunk, az, ami az ember számára már túl veszélyes, vagy egyszerűen jobban megvalósítható robotok által. De a robonaut nem csupán egy technikus. Ügyességén... Ezek a járművek fantasztikusak, mert hasonló dolgok használatosak. Úgy tehetünk velük, mintha egy másik bolygón utaznánk, vagy kereszteznénk azt. Ezért úgy építettük meg, hogy szinte mindenhol el tudjon menni.
Ez a jármű itt arra lett tervezve, hogy Grönlandon, majd pedig a déli sarkon tegyenek vele felfedező utakat. Láthatod, hogy lesz itt egy kis hely. Nem sok ugyan, ahová a Hold és a Mars felfedezéséhez szükséges felszereléseket és ellátmányt tudják majd pakolni. Ez a NASA mérnökeinek és tudósainak olyan ötleteket szolgáltat első kézből, hogy hogyan tervezzenek meg egy nyomással ellátott járművet, amivel felfedezhető a Mars. Ennek a robusztus járműnek egyedi elrendezésű kerekei vannak. A teherautó ezeket az utcai kerekeket használja. De ez a kör alakú középső kerék az, amivel forog a jármű. Körbeforog az autó tengelyhez rögzítve, és ezekhez a kis gumihajtókhoz érve hajtja a kocsit. Mindegyik 1 méterszer 40 cm. Miután minden járműbe kerékfelfüggesztési rendszer lett beépítve, ezért valójában úgy tud viselkedni, hogy felveszi a terep sajátosságait. Tehát az egész berendezés képes forogni. És amikor átmegy egy nagyobb szikladarabon, akkor a teherautó csak felmászik rá, és szépen átgördül rajta. A Mars egy koszos bolygó. Homok, kőpor, korom mindenütt. Ez különösen veszélyes a kerekes járművekre, a mozgó alkatrészekre, mert a mechanika könnyen korrodálódhat. Az a veszélye, hogy a teherautó túlpörög, és ilyenkor muszáj a helyszínen kézzel megjavítani. Egy járművet az úton a legjobb körülmények között megjavítani is rizikós, de az űrben nincs hiba határ. Ha lerobbansz, vagy bármilyen hiba történik, a segítség messze van, ha egyáltalán el tudnak érni. Azon a ponton rájössz, hogy nem tudsz kint lélegezni, és nem tudsz csak egyszerűen kilépni a járműből, hogy megjavítsd. Akkor végignézheted, ahogy belélegzed az utolsó csepp levegőt, amit az életvédő felszerelésed biztosít számodra néhány órára azon a helyen, de itt fogsz meghalni. Szerencsére a NASA talált megoldást. Egyik ruha a teljes súlyát felveszi, ez a függőleges torony. A Mars hatalmas bolygó. És ahhoz, hogy elképzelt gyarmatunk tudósai messzi területeket is felfedezhessenek, kényelmesebben akarnak utazni. Szívesebben dolgoznának kezes lábasban, mint hogy az ormótlan űrruhában maradjanak órákon át. Ez akkor lenne lehetséges, ha olyan környezetet tudnának teremteni, melyben a légnyomás a Földön lévő körülményekhez hasonlatos. Ekkor kerül képbe a kicsi légnyomással ellátott jármű. Azt mondanám, hogy ez az űrruha és egy sportkocsi kombinációja. Ez egy sportos űrjáró. A Chariot alváza képezi a kicsi nyomással ellátott rover alapját. Tehát a rover kabinja itt kezdődne, és egészen elérne a végéig, nagyjából idáig, meghagyva a teherautó hátulját rakodóhelynek. Ez alkalmas arra, hogy további terheket szállítsanak rajta. Tovább tudjuk fejleszteni a gépet, és számos különböző eszközzé tudjuk átalakítani kint a terepen. A jármű hátsó részére különböző kellékeket tudunk csatlakoztatni, mint például buldózerlapátot, vagy olyan praktikus dolgot, mint csörlős markológép és egyéb szerszámokat. A kis nyomással ellátott rover alig nagyobb valamivel, mint az Apollo rover, és maximális sebessége nagyjából 10 km per óra. A rovert 3 napostól 2 hétig tartó küldetésekre lehet bevetni, és akár 800 km megtételére is képes. Bizonyos előnyei révén az űrutazók kedvencévé válhat.
Két űrruha lóg a rover oldalán. Az utasok a nyomással ellátott jármű hátsó részében tudják felvenni űrruhájukat, és mindössze 10 percig sétálhatnak a bolygó felszínén. Egy tudós, Dr. Pascal Lee, a NASA kutatóközponttal együttműködve egy másik járművet vizsgál, annak az előfutárát, amit majd a Marsra fognak tervezni. Nick Baggerlivel csatlakozott a csapathoz, aki az Utazza világ körül kalandutazás szervező cég vezérigazgatója. Ezek a járművek fantasztikusak, mert hasonló... Homályos, amikor odaérsz. És az ég a Marson nem kék, hanem vörös. A magasban lévő oxidált portól és az állandó széltől. Azért, hogy ez az idegen világ otthonosabb legyen, a kupolát mesterséges ökoszisztémával töltik fel. De a növényeknek nem csak dekorációs szerepe lenne. Funkciót töltenének be, zárt környezetet teremtenek és tartanak fenn az ott lakóknak. Nem csak táplálékot fogunk termelni a Marson. Mi oxigént nyerünk a növényektől, ők pedig széndioxidot tőlünk. Ez egy csodálatos összhang az ember és a növények között ebben a tekintetben. Ez a szimbiotikus kapcsolat a marsi élet minden aspektusában megmutatkozik. Mint egy akvárium a Földön, minden forrás felhasználásra kerül, semmi sem vész kárba. Gondoljunk egy akváriumra, amiben alga és halak nőnek, és lezárjuk azt. Egy táplálék hulladék körforgást figyelhetünk meg, ami nem más, mint az oxigén, a széndioxid és a táplálék. A hal megeszi az algát, homogén hulladékot választ ki, amit lebont. Ez és a vízben lévő baktériumok táplálékká válnak az alga számára, hogy fejlődjenek. Ellentétben az akváriummal nem tudunk friss tengervízhez és friss levegőhöz jutni. Az űrben élő leszármazottainknak tökéletesen meg kell tanulnia az önmagát újra termelő környezet lényegét, azokat az ökológiai életfolyamatokat, melyek révén újra hasznosul a víz, a levegő. Ha ezt sikerül megvalósítani, örülhetnek, mint halak a vízben. A múlt század vége felé haladva elkezdtük felfedezni, hogy az emberiség képes-e ehhez hasonló, zárt folyamatú rendszerben boldogulni, elzárva a külvilágtól. A koncepció az volt, hogy Tucson, Arizonán kívül a sivatagban egy Bioszféra 2 nevű létesítményben kísérletezzünk. Az eredeti tervek szerint arra lett kialakítva, hogy modellezzenek egy önfenntartó kolóniát egy másik bolygón. A Bioszféra 2 egy saját környezetét kontrolláló létesítmény, melyet teljesen el lehet zárni a külvilágtól. És a belső környezetet teljes mértékben irányítani lehet tehát, különböző éghajlati rendszerek és különböző életközösségek alakíthatóak ki a létesítményen belül. Muszáj a helyszínen kézzel megjavítani. Egy járművet az úton a legjobb körülmények között megjavítani is rizikós, de az űrben nincs hiba határ. Ha lerobbansz, vagy bármilyen hiba történik, a segítség messze van, ha egyáltalán el tudnak érni. Azon a ponton rájössz, hogy nem tudsz kint lélegezni, és nem tudsz csak egyszerűen kilépni a járműből, hogy megjavítsd. Akkor végignézheted, ahogy belélegzed az utolsó csepp levegőt, amit az életvédő felszerelésed biztosít számodra néhány órára azon a helyen. De itt fogsz meghalni. Szerencsére a NASA talált megoldást.
Egyik előnye ezeknek a nyomás alatt lévő rovereknek, hogy relatív kicsik és könnyűek, ezért valójában egyszerre kettőt is el tudunk indítani. Tehát kettős rendszerben működtetjük őket, mindkét járműben két-két asztronauta utazik, és hosszú távokra indulnak. Ha az egyik jármű lerobban, akkor nyugodtan átülhetnek a másikba. És akkor a vörös bolygó járó áráról is essen szó. Gyakran kérdezik, hogy mennyibe kerül egy ilyen jármű. A válaszom többe, mint egy Ferrari. A jövőbeni gyarmatosítóink nem csak hogy stílusosan fognak utazni a marsi tájakon, de a legkorszerűbb űrruhákat hordhatják majd, amikben rendkívül hasonlítani fognak egy szuperhősre. Mint az egyik nap kutatási feladatát, a jövőbeli Marson élő gyarmatosítóink felfedezhetik a naprendszer legnagyobb vulkánját, az Olympos hegyet. De még ha csak a napi rutin feladataikat végzik is, a Mars lesben várhat a betolakodókra. Az állandó védőréteg alapkövetelmény a Marson élő földieknek. Ha nem a biztonságot adó kupola alatt tartózkodnak, gyarmatosítóinknak a nyomás alatt lévő roverben kell lenniük, vagy az űrruha börtönében. 4 űrséta és 24 óra egy űrruhában nagyon megviseli az embert. Nagyon merevek és nagyjából olyan nyomásra vannak beállítva, mint egy focilabda, azaz nagyjából 0,5 kg/négyzetcentiméterre. Így minden alkalommal, amikor összezárad a kezed és mozgatod a kesztyűidet, ezzel a nyomással kell megküzdened, ami borzasztóan kimerítő. Egy táplálék hulladék körforgást figyelhetünk meg, ami nem más, mint az oxigén, a széndioxid és a táplálék. A hal megeszi az algát, homogén hulladékot választ ki, amit lebont. Ez és a vízben lévő baktériumok táplálékká válnak az alga számára, hogy fejlődjenek. Ellentétben az akváriummal nem tudunk friss tengervízhez és friss levegőhöz jutni. Az űrben élő leszármazottainknak tökéletesen meg kell tanulnia az önmagát újra termelő környezet lényegét, azokat az ökológiai életfolyamatokat, melyek révén újra hasznosul a víz, a levegő. Ha ezt sikerül megvalósítani, örülhetnek, mint halak a vízben. A múlt század vége felé haladva elkezdtük felfedezni, hogy az emberiség képes-e ehhez hasonló, zárt folyamatú rendszerben boldogulni, elzárva a külvilágtól. A koncepció az volt, hogy Tucson, Arizonán kívül a sivatagban egy Bioszféra 2 nevű létesítményben kísérletezzünk. Az eredeti tervek szerint arra lett kialakítva, hogy modellezzenek egy önfenntartó kolóniát egy másik bolygón. A Bioszféra 2 egy saját környezetét kontrolláló létesítmény, melyet teljesen el lehet zárni a külvilágtól. És a belső környezetet teljes mértékben irányítani lehet tehát, különböző éghajlati rendszerek és különböző életközösségek alakíthatóak ki a létesítményen belül. A Bioszféra 2 5 különböző ökoszisztémát vagy életközösséget rejt magában, a Föld különböző sarkaiból összegyűjtve. Van köztük sivatag, vizenyős terület, füves szavanna, trópusi őserdő és még egy mini óceán is. A nagyra törő kísérleti projektet 1991-ben indították az első hiteles küldetéssel. De a bezárt csapattagok komoly problémákba ütköztek. Egy ponton a csoport kezdett súlyosan hibás véleményeket kiállítani, és még két rivális frakcióra is szakadtak. Az egész küldetés veszélybe került, míg rá nem jöttek, hogy az oxigén hiánya váltotta ki a csapat ellenséges viselkedését. A hiány egy kétség kívül jelentéktelen részlethez vezetett vissza.
A ragasztó anyagot az építményben nem hagyták alaposan. Murrayvel csatlakozott a csapathoz, aki az Utazza világ körül kalandutazás szervező cég vezérigazgatója. Ezek a járművek fantasztikusak, mert hasonló dolgok használatosak. Úgy tehetünk velük, mintha egy másik bolygón utaznánk, vagy kereszteznénk azt. Ezért úgy építettük meg, hogy szinte mindenhol el tudjon menni. Ez a jármű itt arra lett tervezve, hogy Grönlandon, majd pedig a déli sarkon tegyenek vele felfedező utakat. Láthatod, hogy lesz itt egy kis hely. Nem sok ugyan, ahová a Hold és a Mars felfedezéséhez szükséges felszereléseket és ellátmányt tudják majd pakolni. Ez a NASA mérnökeinek és tudósainak olyan ötleteket szolgáltat első kézből, hogy hogyan tervezzenek meg egy nyomással ellátott járművet, amivel felfedezhető a Mars. Ennek a robusztus járműnek egyedi elrendezésű kerekei vannak. A teherautó ezeket az utcai kerekeket használja. De ez a kör alakú középső kerék az, amivel forog a jármű. Körbeforog az autó tengelyhez rögzítve, és ezekhez a kis gumihajtókhoz érve hajtja a kocsit. Mindegyik 1 méter x 40 cm. Miután minden járműbe kerékfelfüggesztési rendszer lett beépítve, ezért valójában úgy tud viselkedni, hogy felveszi a terep sajátosságait. Tehát az egész berendezés képes forogni. És amikor átmegy egy nagyobb szikladarabon, akkor a teherautó csak felmászik rá, és szépen átgördül rajta. A Mars egy koszos bolygó. Homok, kőpor, korom mindenütt. Ez különösen veszélyes a kerekes járművekre, a mozgó alkatrészekre, mert a mechanika könnyen korrodálódhat. Az a veszélye, hogy a teherautó túlpörög, és ilyenkor muszáj a helyszínen kézzel megjavítani. Egy járművet az úton a legjobb körülmények között megjavítani is rizikós, de az űrben nincs hiba határ. Ha lerobbansz, vagy bármilyen hiba történik, a segítség messze van, ha egyáltalán el tudnak érni. Azon a ponton rájössz, hogy nem tudsz kint lélegezni, és nem tudsz csak egyszerűen kilépni a járműből, hogy megjavítsd. Akkor végignézheted, ahogy belélegzed az utolsó csepp levegőt, amit az életvédő felszerelésed biztosít számodra néhány órára azon a helyen, de itt fogsz meghalni. Szerencsére a NASA...